Következő beszélgetésben az is ki fog derülni, hogy kik a legdrágább magyar művészek az aukciós piacon, és hogy tanácsot is fogunk adni a tekintetben, hogyha valaki mondjuk éppen befektetésszerűen nem ingatlant lakást szeretne vásárolni, hanem műtárgyat, akkor milyen terület, milyen irányba induljon el, ugye Krisztina? Kolman Szilvia, műtárgy.com alapító ügyvezetője a vendégünk, aki jó mesél reggelt. nekünk igen arról, hogy a magyar művészek aukciós piaca friss adatokkal, friss elemzésekkel jelent meg, csak hogy a nézők értsék, top 20 legdrágább élő művész rangsora, top 50 legdrágább nem élő művész rangsora, hazai nemzetközi aukción eladott magyar műalkotások. Nézzük sorban akkor, mi a legkülönlegesebb, legérdekesebb, legváratlanabb adat. Így van, ez a harmadik alkalom, hogy a műtárgy.com kiadja a Magyar Művészek Aukciós Piaca című kiadványát. Most már egy 50 ezernél több tételből álló listánk van. Ez azt jelenti, hogy aukciós adatokat gyűjtünk az artprice.com nemzetközi adatbázisból, illetve a műtárgy.com adatbázisából válogattunk le leütési árakat, hiszen ez az egyetlen Magyarországon elérhető tulajdonképpen objektív adat, amivel a művészeknek az árait egy kicsit pozícionálni tudjuk. Ez nagyon fontos, nem a teljesítményt értékelik, hanem a sikert, hogy így van, Barabás László klasszikus megkülönböztetésével éljek. Így van, tehát azoknak a művészeknek, akiknek van másodlagos piacuk, tehát aukción eladnak műveiket, azoknak tudjuk mérni a teljesítményét tulajdonképpen az aukciós leütési árak kapcsán. Ezeket az adatokat gyűjtjük be egy óriási Excel adatbázisba. Hát Szergej Glekov matematikus segítségével gyűjtöttük össze, és ezekből tulajdonképpen listákat, elemzéseket, grafikonokat tudunk összeállítani, és immáron a harmadik alkalommal jelentetjük meg a kiadványt a műtárgy befektetési konferencián, ezzel is segítve a magyar műtárgypiac átláthatóságát, illetve adatokkal tudjuk segíteni a műtárgy befektetés iránt érdeklődőket, de egyébként a műgyűjtőket általánosan is. Uh-huh. És hogy működik maga a konferencia? Van néhány szakember, aki fölmegy a színpadra prezentációkkal, bemutatva konkrét műtárgyakat, mesél nekünk egy kicsit erről. Igen, a konferencia is a harmadik alkalommal kerül megrendezésre november 12-én a MÜPA-ban, és így van, három előadás fogja bemutatni a műtárgypiacot. Első körben egy kicsit a nemzetközi piacot, kitekintünk az ott elért legdrágább árakra és művészekre. Ezt követően egy kerekasztal beszélgetés lesz, amikor is a generációváltás a műtárgypiacon témával foglalkozunk, hogy mivel milyen új motivációk vannak a gyűjtők körében a műtárgyvásárlásokat illetően. Ezen túlmenően bemutatjuk az új kiadvány új számait, tehát a 2019-es féléves adatokkal frissített adatsorainkat. Ezen kívül lesz egy újabb kerekasztal, hiszen az elmúlt két évben nagy sikerrel vittük a panelbeszélgetéseket. Itt pedig a festményen túl, ez lesz a címe, itt pedig az alternatív műtárgygyűjtési területekre koncentrálunk. Tehát minden, ami nem festmény, ékszerekre, órákra, papírrégiségekre, üvegekre, szobrokra. Tehát, hogy mik a másik kategóriák. Van két nagyon érdekes kategóriájuk, a fotográfusok, magyar fotográfusok nagyon fontos, nagy jelentőségű, és a magyar nőművészek rangsora. Mm. Így van. Ez két új rangsor, amelyet mind a kettő összegyűjtöttünk. Új. Igen, igen, igen. A fotográfusok talán az egy fokkal izgalmasabb, hiszen itt is egy óriási adatbázis gyűlt össze, és létrehoztuk a magyar fotográfusok rangsorát. Magyar származású, ezt fontos hangsúlyozni, mert itt főként külföldre emigrált fotográfusokról van szó. Majd meglátjuk a listát, de nem meglepő módon olyan nevek fognak szerepelni, mint André Kertész, Robert Kappa és más Franciaországban sikereket elért művészek. Szeretném azért, hogy mondaná néhány leg példát az eddigi aukciók történetéből. Hát megkülönböztetünk magyar aukciókon elért sikereket. Itt Csontvári Koszkativadar vezeti a listát a Traui látképpel 240 millió forinttal, de hogyha nemzetközi piacot vesszük, hiszen magyar művészeket nem csak a magyar aukción árvereznek el, hanem nemzetközi piacon is. Ott pedig Rigű Judit és Móli Nagy László vezeti a listát 1 milliárd forint fölötti leütési árral.
Ugye én még nem voltam ezen a konferencián, de úgy érdekelne, hogy egyébként ennek a létszáma úgy mekkora, ilyenkor hányan vannak? A befogadó kapacitás az 90 fő, és ennyien szoktunk Aha. lenni. Tehát ez egy viszonylag relatíve szűk réteg, Így azért van, ezt elmondhatjuk. így van, így van. Vannak Gyűjtők, új arcok? befektetők, Igen, pont ezt kérdeztem. abszolút, igen. Általában egy bank a főtámogatónk, idén a Raiffeisen Bank, és ő is hoz privát banki ügyfeleket, illetve jegyvásárlással történik a részvétel. Nagyon sok gyűjtő, befektető, műtárgypiac iránt érdeklődő közönség vesz részt, és tényleg egy jókedélyű, szakmai információkkal teli rendezvény, amelyet egy VIP záróborozás is kísér, és mindezt ugye a MIPA-ban, a Ludwig Múzeumban, ahol megtekinthetik a tárlatokat és a résztvevők, külön VIP program van, hogy az éppen aktuális mintázat és dekoráció kiállítást is megtekinthessék a résztvevők. MIPA-ban és a Ludwigban. Hát a MIPA-ban lesz, igen, ami gyakorlatilag egyben van a Így Ludwig van. Múzeumban. Igen, November november 12. 12-én. Köszönjük Köszönjük. szépen! Nagyon szépen köszönöm!